Második feladat. Készítsen két négy diából álló bemutatót a minta és a leírás alapján. Munkáját mentse halogének néven a bemutató készítő program alapértelmezett formátumában. Na, azt mondja, hogy erre felindítottam a OneNote-ot. Jó van, gratulálok. Azt mondja, hogy start menü, PowerPoint. Nekem a 2016-os van, de egyébként 2007-estől fölfelé szinte minden hasonlóan működik, mint itt. Nézzétek meg, hogy jelen pillanatban a képarányunk az teljesen korrekt. Tervezés menüpontban itt van a diaméret. Régen mindig tanácsoltam a gyerekeknek, hogy állítsák át szabványosra, hogy az arány jobban látszódjon. Most látszik, hogy széles vásznú a megjelenése a mintának, tehát nem kell átállítanunk ezt a dolgot azért, hogy közelebb kerüljünk látványra az eredetihez. Viszont el kell mentenünk, File menü, mentés másként, és természetesen tallózd be azt a könyvtárat, amelyikbe menteni szeretnél. Mindenféleképpen a forrásokon belül, vagyis a saját néven belül az asztalon ments. És azt mondta, hogy halogének néven. Belementheted a halogének könyvtárba is. Ez az. Miért kattintottam duplán? Nem értem. Jó. Tehát készen van a bemutató. Első bemutató PPTX.